Interjú a farkassal, aki állítólag megette Piroskát. Az új bárány riportere felkereste Ordast. Interjút kér. Én leközlöm. Olvasd. Igaz volna ama vád, hogy ön orvul elfogyasztott egy egész nyers nagymamát? Egy nagymamát? Egy grammot se. Ez az egész csak Grimm mese. Hogy Piroskát önfalta fel, talán az is hamis vád? Nem hagyott meg belőle más, csak egy fél pár harisnyát. Hogy én őt ruhástól, mit ki nem eszeltek? Én az almát is hámozva eszem meg. Furcsa, hogy a kunyhóban, hol megevődtek mindketten, mégis piros farkas lábnyom díszeleg a parketten. Az úgy történt, hogy ők aznap meghívtak a viskóba. Nagyon finom uzsonna volt, szamóca és piskóta, s mivel, hogy én evés közben állandóan vicsorgok, a vérveres szamócalé a pofámból kicsorgott. Én úgy tudtam, önnél szabály, hogy csak friss húsárut zabál. Kacsa, füvet rágok lomhán legelészve, zsengét, hogy gyenge gyomrom megemészze. És meddig lesz önnél a juhús is tiltva? Eddig, de erről már nem írhatsz te, Birka.